mai napon itt ezen a helyen azért gyűltünk össze, hogy egyrészt gondolatainkban, lelkünkben őrző lángot gyújtsunk, másrészt fejet hajtsunk a magyar vasúti történelem egyik legsúlyosabb tragédiájának, az áldozatai előtt. Idézzük fel, mi is történt Veszprém megyében, a Herendi vasútállomáson 1969. január 31-én, azon a reggeli órán, úgy 8 óra körül. Valószínű, hogy az ott dolgozók, különböző tevékenységet végzők eseménytelen napra számítottak, egészen addig, amíg 07 óra 57 perckor a negyedik számú vágányon álló, a kijárásra várakozó 1688/A számú katonai szerelvénybe, melyet az 520-054-es számú gőzmozdony továbbított, helytelen váltóállítás miatt a szinte azonnali vészfékezés ellenére mintegy 70 km/h sebességgel belerohant a Szombathelyről érkező M40-217-es számú gyorsvonat. A baleset következtében a katonai szerelvényen 11-en Kovács István százados, Tóth József főhadnagy, Barnaki Imre Zaják János szakaszvezetők, Jáva Mihály, Kovács László, Kovács István, Szilágyi Károly, Sáfár István, Szabó István tizedesek, valamint Németh Béla, a vonat vezetője vesztette az életét. Emellett 28-an súlyos és életveszélyes sérüléseket szenvedtek, 16-an könnyebben sérültek. A gyorsvonaton utazók közül 5-en súlyosan, 17-en könnyebben sérültek meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tudjuk, nem honi vagy egy hazai harctéren vesztették életüket, számukra nem a távoli hadifogói táborok egyikében jött el az utolsó perc. Mégis azt tették, amit a haza elvárt tőlük. Azt tették, mert a haza védelmére történő felkészülés során adták a legdrágábbat, az életüket. Ezért ők tizen nem csak egyszerű áldozatai ennek a borzalmas vasúti szerencsétlenségnek, ők annál sokkal, de sokkal többek. Ők tizen, hazánk Magyarország, az akkori magyar néphadsereg, lenti település, lenti város, a mi közösségünk hősei, hősi halottai. Ezért vagyunk kötelesek emléküket megőrizni az évfordulók napjain és a hétköznapokon egyaránt. Mostani érzéseimet mélyen átjárja a költő Pilinszky János sora. Az örökké valóság őrzi mindannyiuk sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet. Engedjék meg, hogy most ezen költői gondolat tükrében, fényében tisztelegjek hőseink, hősi halottaink előtt. Továbbra is nyugodjanak békében, továbbra is legyen könnyű számukra a föld, emlékeiket mindörökre megőrizzük. 10 jó évig a halálban, egy rossz karddal, 100 csatában, soha-soha hites vágyban, soha-soha vetett ágyban. Kergettem a labanc hordát, sirattam a szívem sorsát, mégsem fordult felém orcát, rossz csillagú Magyarország.
Sirattalak. Nem sirattál. Pártoltalak. Veszni hagytál. Mindent adtam. Mit sem adtál. Ha elbuktam, nem biztattál. Hullasztottam meleg vére. Rágódtam dobott kenyéren. Se barátom, se testvérem, se bánatom, se reményem.